Csütörtökön újra összeül a város képviselő testülete, a tanácskozást most is a bizottságok ülései előzik meg. Erről is szól ez bővebben a mai híradóban, de most lássuk további híreinket röviden. Nyílt nap a gimnázium diák életébe tekinthetnek be az általános iskolás fiatalok. Év tanyája cím a Bognár Gokart Park is versenyben van. És borrendi találkozó az új borok és a szüret tapasztalatai. Ez itt a híradó keddeste, itt a Ceglédi Városi Televízió műsorán. Jó estét kívánok! Csütörtökön újra összeül a város képviselő testülete, a tanácskozást most is a bizottságok ülései előzik meg. Ma elsőként a gazdasági bizottság tagjai tárgyaltak a hatáskörükbe tartozó napirendekről. Munkaerőhiány és előre nem látott akadályok miatt a vállalt határidőre nem tudja befejezni a Ceglédi Krematórium Kft. Az újvárosi köztemetőben vállalt bővítést, átalakítást. Ezért arra kérik az önkormányzatot, 8 hónappal hosszabbítsák meg a határidőt. Erről elsőként a gazdasági bizottság tárgyalt ma. Az ülésen elhangzott, a módosított határidőre elkészülnek a munkával, és a kegyeleti szolgáltatásban ez semmiféle fennakadást nem jelent. A bizottság jóváhagyta a kérelmet, amelyről végül a testület dönt majd csütörtökön. A gazdasági társaságok harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolók is a bizottságok majd a testület elé kerülnek. Most dönt majd a testület, így a bizottságok is most tárgyaltak az Ady Endre utcai volt óvoda épületéről. Ha a testület is jóváhagyja, az ingatlan a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerül mindaddig, amíg abban az autista ellátásra szolgáló intézmény működik. Itt alakítják majd ki ugyanis a jelenleg Lövész utcában működő autista házat. Lakóközösségi kérésekre újabb szelektív szigetek szűnnek meg, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság, de pályázatokhoz szükséges önerők nagyságáról, kiegészítéséről is döntöttek. A bizottságok most javaslatokat készítenek, a végső döntést csütörtökön hozza majd meg a képviselőtestület. A Kossuth Lajos Gimnázium diák életébe tekinthetnek be az általános iskolás fiatalok. A 8. osztályos tanulókat ma és holnap várják az intézmény nyílt napjára, ahol meghallgathatják az igazgatói tájékoztatást, valamint bemehetnek a tanórákra is. A Kossuth Lajos Gimnázium nyílt napja iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Idén két napon keresztül várják a 8. osztályos fiatalokat az intézményben. A program célja, hogy a leendő felvételizők betekintést nyerjenek az iskola életébe, a képzésekbe és a továbbtanulási lehetőségekbe. Olyan osztályunk nincs, ami csak általános gimnáziumi osztály. Minden osztályban van egy törzs tananyag, amit mindenkinek meg kell tanulni, ez országosan így van. Tehát van egy bizonyos tananyag, amit mindenkinek tanulnia kell, és van bizonyos szabadsága minden iskolának néhány órában eldönteni, hogy miből szeretne többet tanítani. Mi ezt a plusz órát arra használjuk fel, hogy úgynevezett intenzív csoportokat indítunk. Idei tanévtől két új csoporttal bővült, az A osztályban matematika és természettudomány, a B osztályban angol és német, a C osztályban és ez az új humán és informatika. A felvételi követelményhez hozzátartozik az érettségi tárgyak 8. osztály félévi, valamint évvégi jegyei. Továbbá kell írniuk egy matematika és anyanyelvi központi írásbeli felvételit is. Ebből jön össze a pontszám, és ez alapján dől el, hogy ki nyerhet felvételt a gimnáziumba. Alapvetően azokat várjuk, akik jó képességűek, jó tanulók, szorgalmuk is van hozzá elegendő, ami várhatóan meg is marad, és mindenképp tovább tanulni szeretnének. Vagy jó képességűek, jó tanulók, de még nem tudják, hogy mit szeretnének, akkor itt a gimnáziumban minden közismereti tantárgyat megfelelő óraszámban tanulnak, és várhatóan egy-két év múlva azért már lesz elképzelésük arról, hogy hova is szeretnének menni tovább tanulni. Vannak 8. diákok, mint például Zentai Lilla, aki már egészen biztosan tudja, hogy a gimnáziumban szeretne tovább tanulni. Én ugye voltam először is hétvégén ezen a tehetséggondozó heten, és nagyon érdekes programok voltak, szuperek voltak, nagyon kreatívak voltak, modernek voltak, és egyébként ezek a programok, amiket itt megmutattak nekünk, nekem nagyon tetszenek, meg az a diák élet is, amit van.
A gimnáziumban jövőre 3. 9. osztály fog indulni. Ez azt jelenti, hogy mintegy 100 diákot tudnak felvenni az iskolába. A Bognár Go-Kart Park is versenyben van az év tanyája címért. Az Agrárminisztérium elismerését az a tanya kaphatja meg, amely az interneten a legtöbb szavazatot kapja. 15 tanya verseng a díjért, Bognár István birtoka jelenleg a középmezőnyben van, így minden voksra szükség van. Szavazni a Facebookon lehet november 30-áig. Az országból 15 birtok van versenyben az Agrárminisztérium által hirdetett az év tanyája díjért. Közte van a Bognár Go-Kart Park tulajdonosának tanyája is. A nyertesről a közönség dönt, az a tanya győz, amely a legtöbb lájkot kapja a Facebookon. A nyersopáti Bognár tanya jelenleg a középmezőnyben van, nagy szükség van tehát minden szavazatra. A fotó megtalálható a Herman Otto intézet, valamint a Bognár Go-Kart Park Facebook oldalán is. A lájkokat november 30-áig várják. Újra találkoztak a borlóvagok. A hagyományos, minden hónap 3. hétfőjén megtartott találkozón most a legfontosabb téma természetesen az új borok és a szüret tapasztalatai voltak. Mennyiségi és nem minőségi szempontból lett végül eredményesebb az év. Vannak fajták, amelyek 30-40%-kal nagyobb mennyiséget produkáltak, ez legalábbis Arany Zsolt tapasztalata, aki borászként arról is beszélt a találkozón, mennyire fontos volt idén a terméskorlátozás. Aki megtehette, az igazán minőségi bort tudott készíteni. Ez egy mennyiségi évjárat volt, nem annyira minőségi évjárat, és nagyon sokan, még mi magunk is azt gondolom, hogy a augusztus 21-i szürettel bealudtunk. Tehát itt úgy elmentek a savak, és nem is tudom, hogy a jövő borászata mit fog produkálni ezekkel az eszméletlen erős UV-sugárzásokkal, ezzel az iszonyatosan erős monoton napsütéssel, tehát oké, hogy mediterrán növény a szőlő, de azt már el lehet felejteni, hogy a szeptember-október a szüret hónapja, az augusztus és a szeptember a szüret hónapja. Ők a cserszegi fűszeressel kezdték a szüretet már augusztus 21-én, a Cabernet Sauvignon pedig októberben került le a tőkékről. A találkozón résztvevő borászok mindegyike egyetértett abban, hogy az igazából jó kezdés után nagy fordulatot jelentett a szárazság és forróság. Volt egy kellemes tavasz, jó esők a nyáron, egész majd, hogy nem a nyár, július közepéig, ha jól emlékszem. Tehát addig nem is volt semmi különös probléma a szőlővel, jó fejlődtek. Utána jött ugye ez a bizonyos nagy szárazság. Hát itt az idén valóban savra kellett, tehát nagyon odafigyelni. A borrend tagjait most Magyar László és Fekete György látta vendégül. Fekete György saját tapasztalatairól is beszámolt, hiszen pincéje a Budai úti szálloda közelében van, ezért sok turista, szálló vendég megfordul nála. És itt azért látszik, nagyon különbözik sok esetben a borászok, szakemberek és a borfogyasztók ízlése. Az egyik dolog, hogy elértek egyet, hogy túl korán lekészedni a szőlőt, hogy legyen elég sava. A legtöbb ember még nem szereti a savas bort. Jönnek hozzá vendég a szállodából, nem akarnak savas bort inni. Lágy, sav nélküli, könnyű bort akarnak inni legtöbbször. Tehát nem biztos, hogy savasnak kell egy bort. Én szeretem a savasat, de más nem. Tehát a vendégek nem igazából. A borlovagokat természetesen nem csak finom borok, de finom ételek is várták. Például töltött káposzta is az asztalra került. Kukovics Rózsa festményeiből nyílt kiállítás a Toldi Ferenc kórházban. A művész leginkább virágcsendéleteket és tájképeket fest. Alkotásain nem a motívumok, sokkal inkább a színek dominálnak. Az egyedi látásmódjáról elismerté vált művész festményeit november 28-áig lehet megtekinteni a kórházban. A Toldi Ferenc kórház legújabb tárlatát az Artem Galéria rendezte. Nem első alkalom, hogy szép alkotásokat hoznak az intézménybe. Ezúttal Kukovics Rózsa festőművész képeiben gyönyörködhetünk. Jó érzés tudni azt, hogy sok műértő ember van itt, és jó érzés tudni azt, hogy ez a név, ez nem ismeretlen már itt a kórházban, mert évekkel ezelőtt volt Kukovics Rózsának kiállítása, de azt hiszem, nem baj az, hogyha többször megnézünk olyan képeket, amik szépek.
Kukovics Rózsa tehetsége már egész fiatal korában megmutatkozott. A kezdetektől vízfestékkel dolgozott. Lenyűgözte a Dunaparti táj, így képein leginkább a természet szépségét örökítette meg. Sok egyéni és csoportos kiállítással a háta mögött egyre népszerűbb művésszé vált. Kukovics Rózsa nem a motívumokban, inkább a színekben hitt. Hosszas elemzésekre nincs szükség, hiszen azokat a hangulatokat, azokat az érzéseket, azokat a kifejezéseket, amiket ebből a műfajból ki lehet hozni, az itt mind látható. Kukovics Rózsa alkotásai november 28-áig tekinthetőek meg a Toldi Kórház könyvtárában. A képek természetesen meg is vásárolhatók. A Virágos Magyarország versenyben a falvak kategóriában Csemű nyerte el a nagydíjat, a háttér vendége, a település polgármestere dr. Lakos Roland lesz. Ez volt a Híradó kedden, itt a Szegedi Városi Televízióban. Friss hírekkel legközelebb holnap este, akkor ismét jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!